Több tucat embert foglalkoztatott a migráció kérdése vasárnap este Hettényegyházán. Georg Spötle biztonságpolitikai szakértő tartotta meg Eurábia, avagy Megmenthető még Európa című előadását a Közösségi Házban. Tudjuk, hogy 2015-ben volt olyan nap, hogy 9300 migráns lépte át kontrollálatlanul Magyarország határát, ami ugye a technikai határzáró felépítés után nullára csökkent, tehát ez nagyon pozitív. Ma tehát már csak kis számban jutnak át határainkon az illegális bevándorlók, őket is hamar megfékezik a határvédő szervek. Georg Spötle elmondta, 2017-ben a politikai menedékjoggal, védettséggel rendelkezők száma is csupán 350 fő körül volt. A migránsok a balkáni útvonalak mellett manapság Olaszország, Spanyolország és Románia felől is próbálnak betörni Európába. Magyarország egyelőre csak egy állomás a bevándorlók útján, azonban a rendezvény házigazdája, dr. Salasz László országgyűlési képviselő szerint a városunk is kiemelt célponttá válhat a jövőben. Óhatatlan az, hogy a migránsok is azokat a városokat részesítik előnybe, akik megfelelő infrastruktúrával, munkahelyjel, jövedelemmel rendelkeznek, és Kecskemét az az első három vonzó célpontja lehet a migráns betelepítésnek. Spötle szerint amennyiben beigazolódik az, hogy az országba minden esztendőben betelepítenek 10 000 migránst, 10-15 év múlva a családegyesítés, a természetes népszaporulat miatt Magyarország 10%-a afrikai, illetve közel-keleti származású lehet.